Egyhangulag a bányaügy lezárására szavazott Pilismarót önkormányzatának képviselőtestülete szeptember 26-án, miután augusztus végén három helyi képviselő kezdeményezésére népszavazásra bocsátották a Dunaparti falu jövőjét meghatározó bányanyitási kérdést. A népszavazás érvénytelen lett ugyan, de a részvétel kiemelkedően magas, 40,8%-os volt. A többség pedig 781 főből 672 a kavics és homokbánya ellen szavazott, amit a helyi civilek és a népszavazást kezdeményező képviselők szerint semmiképp sem hagyhat figyelmen kívül az önkormányzat. A helyiek jelentős része ugyanis tartotta a csendes kistelepülés nyugalmának és természeti kincseinek tönkretételétől, a portól, a zajtól, valamint az ingatlanok elértéktelenedésétől. A képviselőtestület ezért egyhangulag úgy döntött, hogy felbontják a szerződéseket a beruházást végző céggel. A részletekről Hunyadi Balást, a település polgármesterét kérdeztük. A bányavállalkozó tudomásom szerint 2016-2017 idején kezdte el az engedélyezési eljárást. 2020-ban volt az, amikor ők már nagyon közel jártak ahhoz, hogy megindulhasson a tervmódosítás, illetve az célegyenesbe került. Ott akkor ugye a polgármester úr és a testület lemondott, majd jött egy köztes állapot, amikor a Covid miatt nem volt gyakorlatilag vezetése az önkormányzatnak és képviselőtestület. Egy tőzsdikeres pilismaróti ember vitte akkor a falu ügyeit a hátán, amit ezúton is köszönünk neki. És végül is én, amikor durván egy évvel ezelőtt polgármester lettem, akkor, ahogy már ezt jeleztem több helyen, az első polgármesteri időszakomhoz kötődő telefon az a bányavállalkozótól érkezett. Én kezdetben, mivel egy győri ítélőtáblán lévő ügy akkor még folyamatban volt, nem vettem fel vele a kapcsolatot, majd minek után én az egész falut képviselem, így megtörtént az első találkozó, és akkor kezdődött el egy olyan egyeztetés, ami ezt a tevékenységet más formában igyekezett volna célba juttatni. Én ugye a lehetőségért dolgoztam, nekem egy feladatom volt az egész falut képviselve, hogy kirakjam az asztalra nyíltan és egyenesen azt, hogy ez mit jelenthet a településünknek, mind gazdaságilag természetesen, mind társadalmilag, mert minden beruházásnak van társadalomformáló ereje, és természetesen ebbe a környezetvédelmet is bele kellett helyezni, egy jövőképet próbáltam én felvázolni, és ennek tulajdonképpen a folyamatnak a kicsúcsosodása volt, akkor már problémák felmerülése után az augusztus 27-i népszavazás, ami azt az eredményt hozta, amilyen eredményt hozott. Mit akart pontosan itt a cég? Azért azt is említsük meg, hogy hogy fog kinézni itt ez a bánya, vagy milyen termelés fog itt zajlani. Most már múlt időben beszélhetünk erről. Talán már felesleges is erről beszélni, hogyha nézem ennek az egésznek a dinamikáját, akkor úgy nézett ki korábban, hogy itt egy nagy bányató jött volna létre, mint ahogy most is ugye egy nagy tó létezik lent a Dunaparton, de lakossági ötletelés alapján az volt a terv, hogy 4-5 évente egy-egy kisebb tavat adjanak át, ahol egy turizmus fejlesztési, beruházási rendszer is teret kaphatott volna, és így ment volna ez az előzetes tervek alapján 20 vagy 25 évig, de hangsúlyozandó, a múltról ilyen téren felesleges beszélni, mert a döntésünk megszületett, mint hogy a falunak is. A falu egy részének a döntése, az mindenki számára ismert. Mit kifogásoltak a falubéliek? Miért nem szerették volna? Hát azt gondolom, hogy a legegyértelműbb, amivel nincs is vita, mert ez egy szubjektív vélemény,
a településkép, illetve hát a természetnek azon védelme, hogy ez sokszor érzelmi kérdés is, így szeretjük Pilismarótot, így szokták meg a tájat, tehát ez egy tájképi beavatkozás. A másik meghatározó pont a közúti szállítással kapcsolatos problémafelvetés volt. Következő az az osztályozó, ami ugye jelentős porral jár, emellett a zajterhelés volt az, ami meghatározó módon itt szerepelt a kifogások között. Én erre korábban is elmondtam, az volt a válaszom, az volt a reakcióm, hogy az Unió úgynevezett 11 parancsolatát, a környezetvédelem 11 parancsolatát én átnyújtottam a bányavállalkozónak az egyik informális egyeztetésen, és csak ez alapján voltam hajlandó tovább menni, és így meghatározó volt, hogy nem lett volna közúti szállítás, nem lett volna osztályozó, illetve a legmodernebb technológiát alkalmazták volna, de nem akarok erről beszélni, arról a nyugodtabb jövőről szeretnék beszélni, ami akkor remélem, hogy hamarosan megkezdődik. Tehát akkor a polgármester és a képviselőtestület meghallotta a nép szavát, és hoztak egy döntést. Mi ez a döntés? Így is lehet mondani, hogy a népszavát meghallottuk, bár ugye a klasszikus kérdés, hogy félig üres vagy félig teli a pohár, gyakorlatilag tudjuk, hogy ez egy érvénytelen népszavazás volt, de nem mondom, hogy eredménytelen, mert döntő többsége azoknak, akik elmentek szavazni, nemmel szavaztak. De arról se feledkezzünk meg, hogy 1200 ember otthon maradt, és nekik effektíve ezzel így ők a hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy ez a tevékenység megvalósuljon, mert őket nem foglalkoztatta. Viszont nekem, polgármesternek sokkal fontosabb az, hogy szoktam mondani, hogy a régi tárgyaknak van lelke, meggyőződésem. Az embereknek tudjuk, hogy van lelke, ám de egy falunak is van lelke, és azt gondolom, hogy ez a lélek, ez szenvedett ebben az elmúlt időszakban, és én magam soha nem dönthetek egyedül, nem is akarok dönteni egyedül, de mindenképpen azt képviselem, hogy annak a közállapotnak, azoknak a folyamatoknak véget kellett vetni, ami itt most már jellemzővé vált. Tehát egy felbojdult méhkasként működött a falu, a baráti társaságokban, általános beszélgetéseken és a bánya az mindenhatóvá vált, és semmi nem lehet fontosabb, semmilyen ügy, semmilyen bevétel nem lehet fontosabb annál, mint hogy egy falu megfelelő módon működhessen társadalmilag. Mi ez a döntés pontosan? Mi van ebben leírva, és a cég tudomást szerzette erről, ugye, aki itt akarja a bánya tevékenységet? Igen, tulajdonképpen egy képviselői javaslat, hárman adták be ezt a javaslatot. Érkezett három olyan határozati javaslatot fogadtunk el, ami egyrésztről arra vonatkozik, hogy azt a bizonyos településrendezési eljárást befejezzük, amit annó három évvel ezelőtt megkezdtek. Kettő, a GM Pro-val való településrendezési szerződést, aminek a tartalma vagy jogi helyzete az kérdéses. Mi kértünk egy állásfoglalást, máshonnan más állásfoglalás érkezett, hogy ez most közigazgatási szerződése vagy sem, vannak benne hibák. Összegészében ezt a szerződést felmondjuk, és akkor van egy településtervező cég, akivel egy háromlábú megállapodást kötöttünk, a GM Pro Kft., az önkormányzat és ez a bizonyos Völgyzugoly műhely Kft., és azt a település tervezési folyamatot, amit a bánya területre vonatkozóan nekik kellett volna csinálni, de egyébként ők sem akarják ezt már végezni, ezt felmondjuk. És ez egy olyan döntés, hogy ennek ellenére a cég, hogyha akar, meg tudja valósítani ezt a bányát? Vagy ez olyan döntés, hogy ez tényleg véget vet a dolognak? A képviselőtestület döntése nélkül nem tudja megvalósítani a bányát elviekben, de azt hozzá kell tenni, hogy a kormányhivatal által, Pest megyei kormányhivatal által, azért mondom, hogy megyei, mert ez 2020-ban volt, tehát nem volt vármegyei rendszer, ők megkapták a bányafektetési jogot. Tehát ez
akkor is bányatelek marad, ha mi itt úgy döntöttünk, hogy nem akarjuk ezt a bányát. És ott van az a szerződés, amit vagy megtámadnak, vagy nem támadnak meg, amennyiben ez a szerződés közigazgatási szerződés, akkor annak minősül, akkor gyakorlatilag ők bírósági úton is kikényszeríthetik. De én ennek most kevesebb esélyét látom, mert láttam olyan jogi állásfoglalást, ami nagyon egyértelmű volt abban a tekintetben, hogy ez nem áll meg a lábban, mint közigazgatási szerződés. Beszéljünk egy picit arról, felmerülhet az emberben vagy a lakosokban a kérdés, hogy miért pont most jutottunk el oda, hogy ezt a képviselőtestület megakadályozza. Gondolok itt a jövő évi választásokra. Ez benne lehet ebbe a döntésbe, vagy sem? Én magam részéről tudok beszélni, hogy nincs. Tehát, ahogy az előbb elmondtam, itt meghatározó volt az a társadalmi közeg, amiben élünk. Ez nem választási kérdés, hanem egyszerűen eljutottunk oda, hogy a népszavát meg kellett hallani. Most volt ez a bizonyos népszavazás augusztus végén, most mondta a választáson résztvevők döntő többsége azt, hogy nem akarják a bányát. Milyen a fogadtatása ennek a döntésnek a településen? Gondolom már mindenki értesült róla. Az emberek hogyan viszonyulnak ehhez és ezáltal az önkormányzathoz vagy önhöz? Természetesen már mindenki tudja. Az, hogy hozzám hogyan viszonyulnak, ezt nem tudom. Tehát ha indulok a következő választáson, akkor ott ez ki fog derülni. Én úgy látom, hogy azok, akik a bánya ellenes mozgalomban élen jártak, ők maguk is csalódottak voltak akkor, amikor a választás az nem ért el ugye a részvétel az 50%-ot. Talán nem feltételezték rólunk, hogy ennek ellenére mi meghalljuk ezt a bizonyos állásfoglalást. Ahogy én fogalmaztam a választás előtt, itt egy elvi állásfoglalás minimum születni fog. Én bízom benne, hogy pozitívan állnak hozzám. Én a választás után korrektséget ígértem, és korrektséget kértem. Én úgy érzem, hogy a korrektséget az betartottam. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy megnyugodtak a kedélyek itt Pilismaróton, hogy nem lesz sóderbánya. Igen, még utózöngéit lehet érezni. Ugye én magam nem a Facebookon élem az életemet, és ez nagy baj lenne, hogyha bárki ott tenni. Vannak még utórengések, utózöngék, valószínűleg lesznek is, de ezzel együtt kell tudni élni.